Nagy szeretettel üdvözlök mindenkit, sziasztok! Február a vizöntőknek. Február eleje 78 ajtó. Drága vizöntők, boldogságos születésnapot kívánok nektek! Minden, minden csodálatos legyen. És a február milyen csodálatos lesz, tényleg csodálatos lesz mert az összes bolygó előre halad. Tehát itt lehet kezdeni, itt lehet belevágni új dolgokba, itt lehet vásárolni, itt lehet eladni, itt lehet aláírni fontos szerződéseket, csodálatos energia fog dominálni. Na hát, ilyen a február. Na nézzük. Február. Így van a legelső kártyánk, csodálatos nagy árkánu, az uralkodó nő. Hát ez maga a bőség, ez maga az anyaság, ez maga a szépség, hiszen a Vénusz kártyája is. Pénz, igen, igen. Az uralkodó nőnek van pénze, vannak lehetőségei. Ez egy nagyon-nagyon jó termékeny talaj. Tehát amibe belevágunk, a sikeres lesz. Csodálatos kezdés. Csodálatos. Ez lehet egy értékes ajándék. Ez maga a komfort kártyája. Az uralkodónő kimondottan a komfortot szereti. Na de megyünk tovább. Négyes. Levegő energia, vizöntő energia. Ez a kártya azt üzeni, hogy menj szabadságra. Születésnapod van. Pihenj regenerálódj, kapcsolódj ki, élvezd az életet. Hm? Igen, igen, kell az a kis szabadság, a kis megállás. És kaptunk még egy megállást, nagy árkánum, a mértékletesség. Dőj hátra, kapcsolt ki a stresszt az életedből, és élvezd az életet. Ez a kártya ezt üzeni. Egyszerűen ez maga a mennyország kártyája. Ez egyszerűen az a pillanat, amikor az isteni kéz beleavatkozik az életünkbe, és jókor, jó helyen, jó időben leszünk. Tehát megtörténik a csoda. Ez egy csodálatos pillanat. De a mértéket is tartani kell, tartani kell az egyensúlyt. Ezért például, ha úgy érezzük, hogy elfáradtunk, meg kell állni. Jó, tehát pihenni kell. Ez nagyon fontos. Vagy ha valami nekünk nem komfortos, akkor azt ott kell hagyni, azt ki kell iktatni az életünkből az életünkből. Tehát kell az a bizonyos egyensúly. Ez fontos, ez fontos tanács. Mindenkinek egyébként. Na, zseniális, csodálatos a kezdés. Február közepe. Na nézzük. A marketi tarot mit mond nekünk. Milyen energia fog dominálni? Na nézzük. Hát milyen energia? Kardok. Levegő energia a ti energiátok. A kardok kilencese. Na most, erre a kártyára azt szokták mondani, hogy ez a kártya az álmatlan éjszakáknak a kártyája. Ez egy nehezebb kártya. Lehet. Lehet, valamit megtudunk valakiről. Jön egy csalódás. Ilyen is lehet. Lehet, hogy csak egyszerűen félünk, vizsgaidőszak van félünk. Ilyen is lehet. Ez lehet egy lelkiismeret hogy miért cselekedtem így, és miért nem másképpen. Ilyen is lehet. Na de még, még szétszedjük ezt a kártyát. Mi lehet itt a háttérben? Nagyárkánum, a főpapnő. A fenti áldás itt van. Ez az egyik védőkártya. Tehát itt minden rendben lesz, nem kell félni. Viszont ez a kártya, ha kijön, akkor van titok a háttérben. Jó? Ez egy plusz figyelmeztetés valakinek, ez egy erős figyelmeztetés, inkább ezt mondanám. Ha kiderül a titok, az lehet, hogy fájni fog, fájdalmas lesz. De jobb, hogy kiderült. Na, még nézzünk. Nos, kettes, és utána jön a választás. Valamit megtudunk, és választani kell lesz. Hogy mi ezt a vonalat folytatjuk, vagy valami, valami mást szeretnénk. Valami újat fogunk csinálni. Ha ez párkapcsolat, akkor Érdemese folytatni azt a párkapcsolatot, vagy nem, külön utakra menni például? Igen, ez itt választás. És tűz, tűzenergia. És ott a nap, és ott a hold. Így van. Fehér vagy fekete. Választás. Ez itt valami fontos, fontos döntés lehet. Még visszatérünk. Február vége. Az eredeti Rider tarot mit mond nekünk? Érdekes ez a kirakás. Na nézzük. Kilences! Kardok, megint kardok. Ugyanaz a kártya. Tehát ez a téma folytatódik. Jó? Ha egy kártya kétszer jön ki, akkor magára akarja vonzani a figyelmet. Figyelj rám! Valami fontos történik. Valami fontos. Valami nem hagy minket békén. Na nézzük, csak mi lehet itt még. Viszont. Nagyon jó, hogy ez a kártya kijött. Hát ez maga az erő. Bármiről is legyen itt szó, bármilyen félelem, mert itt valamilyen félelem van, valami nem hagy minket békén, jönnek azok a gyötrelmek, lehet, hogy félünk meghozni ezt a bizonyos mm -hmm. döntést. Ezt a kártyát nem szabad elfelejteni. Ez az erő. És ez itt nem fizikai erő, hanem lelki erő. Ez a kártya még annál is több. Tehát erősebbek vagytok, mint hogy azt gondoljátok. Ez az akarat erő. Tehát itt meg lehet hódítani azt a bizonyos oroszlánt. Le lehet győzni azt a vadállatot, ami bennünk él. Tehát le lehet győzni ezeket a félelmeket is. Vagy ezt a csalódást. Túl kell lépni ezen egyszerűen. Ez egy nagyon fontos kártya, nagy Árkánum. erő. Erősek vagyunk. A lélek ereje, a bátorság. Na, menjünk tovább. A kardok, a kardok, ugye az, az információ, kaphatunk valamilyen információ, az kommunikáció, lehet, hogy a hátunk mögött kibeszélnek, és ez lesz ilyen fájdalmas. Vagy félünk kimondani a véleményünket, ilyen is lehet itt a háttérben. Nem szabad elfelejteni ezt a kártyát, hogy Bennünk él, az a bizonyos, az a bizonyos erő. Tehát bárkit és bármit le tudunk győzni. Ez nagyon fontos. Na de nézzük csak tovább, mi lehet itt még. Nem szabad félni. Vagy ha kiderült valami. Össze kell szedni magunkat, össze kell szedni a, az erőnket és cselekedni. Ha új életet kell kezdeni, akkor legyen az új élet. Hát új életről beszélek, és ez a kártya is jön ki nekünk. Az újdonság, az új élet, valami a nulláról. Akár a nulláról lehet kezdeni az életünket. De hát igen, születésnapok. Így van, egy új ciklus kezdődik, és Jaj, több ciklus kezdődik itt. A Plutó is belép a vizöntőkbe márciusban és ott lesz 20 évig. A Plutónak a hatását már most akár lehet érezni, és mi a Plutó, az élet és a halál, a rombolás és valami újnak az építése. Ez ez a kártya a bolond, ez maga az Uránusz kártyája. A szabadság, a forradalom, a ti kártyátok. Hát ilyen, ilyen a vizöntő, a szabadság, az igazság érzet, ilyen a vizöntő. Tehát itt bátornak kell lenni, és lehet új életet kezdeni. Kell is, február, tökéletes erre. Hát a Plutó az meg, az meg nem kérdez, az viszont cselekszik. A Plutó nagyon meg tudja bolygatni az ember életét. Erről lesz egy videóm, egy, egy rövidke videóm van egyébként a Plutóról, azt érdemes meghallgatni. És most 20 évig a Plutó az itt lesz a vizöntőkben nagy dolgok fognak történni. Én nagyon várom ezt az időszakot egyébként. Nagyon várom. Nos, kérünk szépen még plusz információt akkor. Edgar Po legyen. Edgar Po. Megnézzük ezt a négyest. Kardok, 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 tehát itt tombol a levegő energia, a ti energiátok, a négyes. Mert néha ez a négyes, ez mutat betegséget, de mellette van a, a nagyárkánum, az uralkodónő, az viszont az egészség. Tehát ha lesz betegség, jön a gyógyulás. Ez viszont jó hír. De nézzük csak ezt a négyest. Négyest. A megállás, ahogy mondtam, szabadság kell, regenerálódni kell, és kaptunk egy megerősítést. Nagyárkánum az akasztott ember, és ez is a megállás. Jó? Tehát itt nem tudunk haladni, meg kell állni. Bizony, kell az a szabadság, kell. Akkor ki kell venni? Kell az a pihenés? Kell. Uh -huh. Néha ez a kártya azt üzeni valakinek, hogy áldozat, áldozat egy, egy párkapcsolatban, vagy a munkahelyén. Na most áldozatnak nem szabad lenni. Nem. Az, az egy dolog, hogyha vállaljuk ezt a szerepet, és ennek van értelme, Például, ez a kártya, ez, ez maga az anyasság, az áldott állapot, és ez a kártya is mutat terhességet. Igen, itt érdemes vállalni azt a bizonyos áldozatot, vállalom azt az időt, az energiát, a fájdalmat, de megszületik az a csoda a kisbaba. Ez, ez teljesen más helyzet, más dolog. Kérünk szépen még plusz információt. Mit mondanak nekünk a fekete macskák? Na, szedjük szét. Szedjük szét itt ezt a kilencest. Mit üzen nekünk? Na nézzük. Nézzük csak. Nézzük csak. Minden rendeződik. Minden rendeződik. Ha tényleg valami kiderül, akkor meg kell hozni azt a bizonyos döntést, hogy na, ezután új életet kezdek. Jó? Hiszen itt van a főpapnő, és ez az egyik védőkártya, ahogy mondtam. És tessék, itt a tízes. A boldogság, a harmónia, a jólét. Minden rendben lesz. Lehet, hogy ez az elején fájdalmas, és. Öhm, Na nehéz, nehéz túl lenni ezen. Ilyen is lehet, így van, mert ez egy nehezebb kártya. De, ha eltelik egy kis idő, akkor rájövünk, hogy de jó, hogy ez így történt. Mert annak a dolognak köszönhető ez a döntés. Ha ez nincs, akkor nem hozom meg ezt a döntést. Vannak-vannak ilyen helyzetek az életünkben. Ha, hogy is mondanám, ha, ha, nem lenne szerencsétlenség, akkor nem jönne el az, a szerencse. Vannak ilyen, ilyen helyzetek. Na, hát ez a jólét, a harmónia, a mesevilág, hát ez maga a mennyország, ez maga az édenkert, itt mindenki boldog, az egész család boldog. Ez lehet egy esküvő, lehet egy keresztelő, tehát hatalmas, hatalmas boldogság. Így van. Jó, örülök, hogy ez a kártya kijött nekünk. Na de nézzük meg ezt a kilencest. Az év kereke kezdődik a kínai új év is. Nézzük csak. Na nézzük, 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 nézzük. Nézzük, nézzük minden rendben lesz, kész. A legszebb kártya, a legjobb kártya kijött, maga a nap. A nap a legcsodálatosabb kártya. Egyszerűen bízni kell az univerzumba. Tehát az univerzum jobban tudja, hogy mi a jó nekünk, és, és ő előre látja a dolgokat, mi nem, mi csak éppen azt a bizonyos helyzetet, bizonyos szituációt. Hát a nap először is, ha netán betegségről van szó, megint csak még egy kártya, és ez nem csak egészség, kicsattanunk, kicsattanunk, egyszerűen olyan, olyan, erősek és egészségesek leszünk. Tehát lesz gyógyulás, ha esetleg betegségről van szó. Ez a kártya is a gyermekek kártyája. Ez a kártya is a gyermekek kártyája. Kettő darab nagy árkánum. Egyébként, ha valakinek ez aktuális, ez a kártya is mutat terhességet, ez is gyermekáldást. Lehet, hogy jó híreket kapunk. Lehet, hogy valaki Aggódik, nagyon aggódik, nem aggódik, nagyon aggódik. Ez nagy aggodalom. Mert a gyermeke lehet, hogy valamilyen szituációba került, valamilyen nehéz helyzetbe. Minden rendeződni fog. Tehát jönnek a jó hírek, a gyermekekkel kapcsolatos jó hírek. De egyébként ez hatalmas siker. Előréptetés, ez hatalmas karrier, ez dicsőség, ez nagy pénz, ez nyeremény, ez um, nagyon jó utazás lehet. Akár lehet, igen, a naphoz, utazás a tengerhez. Ilyen is lehetséges. Ez egy csodálatos kártya. Mm, ragyogni kell, mint a nap. És itt ki kell mutatni az egót. Most én azt mondom, igen, igen. Ki kell mutatni. Nem szabad félni, meg kell mondani a véleményünket. Ki kell mutatni a fogunk fehérjét. Igen, igen. Tehát itt lehet egoistának lenni, jó értelemben, jó értelemben, igen. Nos, minden rendben lesz. Csodálatos kártya jött ki, hogy nem kell aggódni. Ami engem itt boldogít, hogy egyébként a kardok az levegő energia, és ez a ti energiátok. Tehát csak bátran. Na de ez a kártya, ez nagyon fontos, megint csak a bátorság. Ezt nem szabad elfelejteni. Mindig, mindig előttünk legyen, hogy de megvan az az erő bennem. Én bátor vagyok. Megvan a, a tehetségem, megvan a végzettségem, tehát okos vagyok, bátor vagyok, ügyes vagyok, ide nekem az oroszlánt, nem félek semmitől és senkitől. Ja, és egyébként ez a kártya is a bátorság kártyája. Hát hogy ne? Hát ez vakmerő, vakmerő, nagyon bátor. Érdemes megnézni közelebbről, mert ez, ez is ti energiátok, Uranus energia. Hát ez a bolond, nagyon bolond, nagyon bátor ott a szakadék, és mégis megteszi azt a bizonyos lépést, mert bízik az univerzumban. Azt se tudja, merre megy, azt se tudja, mi fog történni vele, de mégis megteszi azt a bizonyos lépést. Nos, igen, igen. Egyébként, ha ezeket a kártyákat nézem, a kardok is, a bolond is mutat internetet, új technológiákat, mm -hmm, igen, itt lehet egy szakmaváltás, így van, belevághatunk egy olyan szakmába, amit eddig nem is ismertünk, és mégis, így van, I igen, igen, és egyébként a Plutó a vizöntőkbe erről fog szólni. Tehát itt dominálni fog a levegő energia, az internet, jó, a kommunikáció. Itt, na, érdekes dolgok lesznek. Kérünk szépen még egy tanácsot, még egy tanácsot, orákulum, mi ez, fész? Jaj, 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 jaj. Hmm. Szállj szembe a félelmeiddel. Na, tessék, hát erről beszéltem eddig. Bátor legyél! Szállj szembe a félelmeiddel. El kell engedni a félelmet. A félelem erejét el kell engedni. Szembe, szembe kell nézni a félelmeknek. Egyszerűen hinni kell, hogy ő hogy minden rendeződik. Minden rendben lesz. Ennyi. Tehát le kell győzni a félelmeket. Hogy szokták mondani, hogy a, a félelem vadállatnak belenézünk a szemébe, hát, nem ez a helyes kifejezés, de a lényeg nem szabad félni. Szállj szembe a Félelmeiddel ennyi. Erős vagy, ügyes vagy, bátor vagy. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Sziasztok!